A szegedi Bökfi Réka mutatja be díjnyertes gyakorlatát. Budapesten a Pol Artistic Hungary elnevezésű nemzetközi rúdművészeti versenyen a legrangosabb elit kategóriában indult és szerzett aranyérmet. A 14 fős külföldiekkel tarkított mezőnyben ő bizonyult a legjobbnak. Nem nagy reményekkel mentem oda, főleg amiatt, hogy nemzetközi a mezőny. Gondoltam, hogy szeretném megcsinálni azt, amit tudok, a lehető legtöbbet kihozni magamból, de nem is gondoltam volna, hogy ez dobogós helyezést, nem, hogy első helyezést fog érni. Ezzel az elsőséggel megnyerte a jogot, hogy versenyezhessen a 2020-as Pol Italy tornán Firenzében. Réka alapvetően rúdsportoló, de a fővárosi versenyen rúdművészetben szerepelt. A kettő csak látszólag ugyanaz. A rúdsport ez egy picit inkább a tornasporthoz hasonlatosabb, sokkal többet nyom alatba a technikai tudás, meg az elemeknek a nehézségi foka. Vannak a versenyeken kötelező elemek, amiket be kell mutatni a versenyzőknek, ellenben a rúdművészeti kategóriában ott sokkal szabadabb a versenyzőnek a lehetősége az önkifejezésre. Evés közben jön meg az étvágy, Réka legközelebb májusban az országos magyar bajnokságon szerepel majd, ugyanezzel a gyakorlattal újra rúdművészetben.